nincsen semmi meglepetés, Chadlock Lowe az első százon fel tudja venni a versenyt Milákkal. Talán még mosolyog is egyet Milák magában, hogy Lök Lowe és Burdisso is előtte van, mert azt, amit ő tud a harmadik 50 méteren, azt senki nem tudja a világon. 100 és 130 közt volt egy rossz érzés, ami van már, mikor indul meg. Milák Kristóf vezet az olimpiai döntőben, és 50 méterre van attól, hogy legendává váljon. 50 méterre az olimpiai bajnoki címtől Milák Kristóf. Méter van már csak hátra, Milák Kristóf agyonveri a mezőnyt, és Milák Kristóf olimpiai bajnok! Új olimpiai rekord, nem kellett hozzá világrekord, nem érdekes, mert ebben a pillanatban legendává vált. Visszanézett, elhúzta a száját, más ilyenkor helyből kiugrik a rajtkő tetejére, ő nem ezt tette. Ezzel nagyon sokan meglepődtek, mondjuk legyünk őszinték mi is, hogy hát most mi is történt, most mi van, beszorult a lába, vagy mi van? Majd beszélgetek vele, mert azért sok ezer gyereknek üzen, azért egy mosolyt azért illik, hogy lássák a gyerekek, hogy olimpiát nyert, és ez érdemes oda menni. Egy olimpiai aranynak örüljön, na! Igazándiból ebből látszik, hogy mekkora úszó, vagy hogy milyen eszeveszett tehetség, meg képességek birtokosa, hogy mindezek után megúszza mindenők harmadik legjobb idejét, amire a Phelps azt mondja, hogy micsoda második száz. Nem azért voltam csalódott, mert nem úsztam világcsúcsot. Ezt úgy szögezzük le. Azért voltam csalódott, mert nem tudtam magam a legtöbbet kiadni. És nem voltam abban a helyzetben, hogy ki tudjam adni magam a legtöbbet. Ezért voltam csalódott, és ez ment át ilyen elégedetlen idegességbe. Én azt gondolom egyébként, hogy a lefagyott arcban nem csak az volt benne, hogy nem volt meg a világcsúcs, hanem látta, hogy a Tomi negyedik lett. Valahogy ő is azt várta, hogy ez jó lenne, hogyha ott ketten állnánk a dobogón. Mindig felnézek a rajtkőre először, és ott vannak a lámpák. Amikor beértem, és nem égett egyik lámpa sem, ez nagyon rossz volt. Úgyhogy fogtam a fejem, hogy mi történt. Már az sokat mondó volt, ahogy kijöttek a vízből, és ahogy a Kristóf aztán fölhúzta őt. Akkor a Kristóf is kiszállt, és így felsegített, egy kicsit meglepett. Azt mondta, hogy gyere bajnok. Mondom, azt te vagy, papám, nem én. De ja, jól esett nagyon. Az jó volt. És akkorra jutottam el nagyjából odáig, így magamban, hogy el tudtam engedni azt, hogy mennyire feljött rám az évek során, és milyen hatalmas léptekben fejlődött önmagához képest is. Meglepően sokat beszéltünk utána, de főleg a Tomi akart velem beszélni. Sok mindenről, és pont az elmúlt néhány évről szeretett volna velem beszélni. Ha akarja, ha nem, én mindig ott leszek mellette. És mindig ott leszek neki, mint ellenfél. Még egy belátható pár évig. Én a Kristófot megkérdeztem, hogy milyen érzés az, kisfiam, mikor te fölállsz a dobogó tetejére, és a himnusz neked szól. És azt mondta, hogy anya, nem lehet elmondani. Ezt ő érzi, én meg azt érzem, amikor ő első vagy második, és ott áll a dobogó. Mindig tudni fogom, hogy honnan jöttem. Ők indítottak el ezen az úton, és ők azok, akik a legjobban megérdemlik ezt. Öt évet kellett ugye erre várni, hiszen egy évet csúszott az egész. Én úgy érzem, hogy pályafutásának a csúcsára ért Kristóf, és én nekem is ez volt a legmagasabb eredményem, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, és gratulálok neki.